Hol jártál az éjjel, cinege madár, Sárközi Népdalhoz készített közösségi filmet Kínlő Gábor, amit Szekszárd városnapján mutattak be a közönségnek. A filmes szakember 20 másodperces videófelvételeket várt helyiektől. A beküldött anyagokból verkfelvételekből készítették el az újabb alkotást. Ezt követően a fiatalok 4 különböző verzióban adták elő a népdalt. A közönség rendhagyó módon egy rock együttestől hallgathatta meg a dalt, majd annak a hip-hop verziója következett. Eközben a koreográfiát is megmutatták a közönségnek. Komorítás. Kettő, jön egy bok-bok. Lent, jön egy átlépés, átlépés. Természetesen a népdalt eredeti verziójában is meghallgathatta a közönség a Bartina Néptánc Egyesület műsorában. A műsor során azt is megtudhattuk, hogy az ugrós 2-300 évvel ezelőtt alakult ki, akkor a tánc a mindennapok része volt. Mindenki az általa szeretett lépést tanulta meg. Helyben, kettő, oldalt, kettő, hátul, kettő, és elől, kettő. Tehát látható, hogy már kész is a tánc. A 14 éves Decsen élő Hebellik Hanna volt az egyik énekes. Gábor megkért, és nagyon élveztem így az utómunkákat, mert láttam, ahogy összevágják a zenéket, az egy nagyon nagy élmény volt, mert nagyon nem értettem belőle sokat, de láttam, ahogy összevágják, ahogy dobot adnak hozzá, meg ez. Aztán felénekeltem az én részemet ugye a videóhoz, és nagyon jó volt, tehát én nagyon élveztem, meg ugye lesz majd élőzene is, ugye a rockbanda is, tehát ez nagyon jó lesz. Kínlő Gábor azt mondja, eredetileg nagy közönség előtt szerették volna ezt a műsort bemutatni, ám a csapadékos időjárás közbeszólt. Táncra épülő program lett volna, és daltanulás van. Tehát itt a különböző stílusokban megszólalnak, elhangzanak a dalok, és azok az előadók azokat a dalokat abban a változatban próbálják majd megtanítani a közönséggel, illetve ugyanez vonatkozik a táncra, és ugye van egy klasszikus dal, amit a Csurgó játszik, a Bartina Tánc Egyesület tagjai táncolnak rá, aztán jön ez hip-hopban, az Elflackó és a lányok éneklik a dalt, és a Hacsamúnék és a Iberiken táncosai tanítanak néhány korszerű tánclépést. A közösségi film ötlete az Opsitos című film kapcsán vetődött fel Kínlő Gáborban. 2015-ben, amikor az Opsitost forgattuk, akkor megkértem Julát, hogy a filmbe tegyünk be egy jelenetet, amiben a táncosok benne vannak. És akkor ezt énekelték el, ezt a dalt, a Hol jártál az éjjel, cínege madár, ugye ez egy abszolút itteni dal, egy sárközi népdal, és de annyira jó népdal egyébként, ami meg annyira erős népdal, hogy egy külön tánc stílus is kialakult ehhez. Most készült el egy videóklip, amit a közönség, illetve az emberek által zömében abból raktunk össze, illetve azokban az úgynevezett verkekből, amik a különböző felvételekkor készült kis snittek. A lényege az a dolognak, hogy egyrészt az, hogy fiatalokat vontam be az egészbe, tehát nagyon fiatalok vannak benne, úgy a rockzenekar, úgy az énekesek között, a táncosok között. Nekem mindig fontos volt az, hogy a fiatalokat bevonjuk különböző dolgainkba, tehát legyen az a művészetnek bármilyen ága, vagy bármiféle olyan megjelenési lehetőség, ami a számukra az önkifejezést ugye segíti. Ez mindenkinek fontos, hogy az időbe kapjon egy kis impulzust abba a dologba, és akkor hát ezáltal meg tud kapaszkodni esetleg azon a területen. A pénzem csak a célom, miért az önjének ér? 11 évre már mi kézzünk fél, szóval út végén, ott van a fénytel, kitünk ez a bőr, hogy amikor ér, az énfettel neki megyek, veszek, ha veszek, a gyereket, a nézetem leszek, előttem állok a hegyekre, tudom, megpászol őket, akkor én gyerek, hosszú az út, nem tudom, hogy járok a végét, de látod, hogy nem is várom, hogy tudom, hogy elégem az álmom, sok minden. Közben ismét forgott a kamera, egy újabb program indult el a műsor rögzítésével. A cél pedig egy ösztánc létrehozása volt.
egy olyan program elindítója lesz, ami az interneten történő megjelenések, sok-sok megjelenés lesz, tánctanulás, daltanulás, dalok beküldése, tánc beküldése, tehát felpörög az interneten, és akkor lesz majd, amikor eljön az az idő, akkor lesz, bízunk benne, egy ilyen ösztánc az egészből. A különböző stílusban előadott népdalt és a hozzáillő táncot majd a jövőben lehet megtekinteni, megtanulni.